Sziasztok, én Kőházi Csaba, ingatlan befektető vagyok. Ennek a videónak a címe: a kedvezményes hitelek beépültek az ingatlanok árába. Én írtam az ingatlansálmok könyveket, enyém az ingatlansálmok klub, ahova most a havi előfizetéses klubba tudsz jelentkezni, és majd küldöm a linket, és el tudsz jönni kedvezményesen a hóvégi előadásomra. Na de hogy lefordítsam ezt egy átlag ember nyelvére. Ugye, ha emlékeztek még az első Fidesz kormányra, ők nagyon-nagyon felpörgették az ingatlan piacot akkor is, nagyon jó kedvezményes hiteleket, konstrukciókat találtak ki, és tulajdonképpen szinte mindenki vette az ingatlant, mint a cukrot, ha mondhatnék ilyet. Most tulajdonképpen ők ugyanezt ismételték meg, viszont azt is látni kell, és tudnod kell, hogy az ingatlanok árába ezek a hitelek, az állami kedvezmények beépülnek. Oké? Okay. Tehát ugyanaz, hogy 7 személyes családi autót vehetek, mert kedvezményes 2 millió forint, hát ezek az autók 2 millió forinttal ugye drágábbak lettek. Igaz? Tehát ezt meg lehet figyelni. Az ingatlanok árán is nyilván az, hogy egy panel most már, Győrben már van 30 millió fölött is panel, igen, beépült az ingatlan árába ez a kedvezményes hitel. Én úgy gondolom most, hogy ezekkel a kedvezményes hitelekkel, amik egyébként nyilván jó dolog, mert fiatalok így azért első lakáshoz jutás, stb. Tehát tényleg egy segítség nekik, hát nekünk is az volt annak idején. De úgy gondolom, hogy nagyjából én most már tényleg egy csúcs közelbe gondolom itt az ingatlanok árát, és pontosan emiatt, mert ugye ezt a hitelekkel tolták meg az ingatlanokat, tehát az ingatlanok értékét, árát, amit én úgy gondolom, hogy most a nagyjából szerintem el is értünk. Én már olyan további túl nagy drágulást, én megmondom őszintén, olyan nagyon már nem várok. Várok egy kis stagnálás betokozódást, ez azért gondolom azt, mert az ingatlan piac nem olyan, mint a tőzsde, hogy ott azonnal megjelennek a különböző kedvező és kedvezőtlen dolgok, hanem ugye az ingatlan piac azért sokkal lassabban szokott reagálni dolgokra. Tehát úgy gondolom, hogy ez már sokkal tovább, én már megmondom, abszolút nem várom, sőt, de egyelőre egy ilyen stagnálást várok, és akkor utána egy kis lejtmenetet. Vannak különböző statisztikák, KSH-tól kezdve bármit, hogyha nézel, ott már vannak erre utaló jelek, hogy itt már nagyjából elértünk a csúcsra. És ugye, amikor nem tudsz már több kedvezményes hitelt kitalálni, mert szerintem erre már azért elég nehéz, megmondom őszintén, hogy legyen rá fizetőképes kereslet is. Tehát olyan hiteleket kitalálni, én nem látom, nyilván ők lehet, hogy látnak még előre utat, én nem látom. Tehát ezért gondolom egyébként azt, ha most logikusan akarom ezt elmondani neked, hogy tényleg ez nagyjából ennyi. Én várok egy stagnálást most, és akkor utána viszont már ténylegesen egy lejtmenetet gondolok. Sokan azt mondják, vannak akik azt mondják, hogy marad ez az ár, meg infláció, meg hasonlók. Én azt mondom, meglátom, vagy meglátjuk, de fizetőképes keresletet nem látok én most már, még így a kedvezményes hitelekkel, egyebekkel is. Tudom, hogy mindig vannak újabb és újabb hitelek, de én azt mondom, hogy ott már a fizetőképes keresletet nem látom. Tehát ugye vannak a fiatalok, mint akár a gyerekeim is, hogy igen, veszünk fel hitelt, meg csok, meg az összes többi, de ahogy elnéztem, és pedig jól keresnek, tehát a keresetüket, tehát hogy tényleg azért elmentek a falig is, ha most itt még lesz egy ilyen kis alapkamatemelés, már pedig várható, jó, tehát hitelesek figyelem, várható alapkamatemelés, akkor úgy gondolom, hogy tehát itt egyelőre nincs tovább, aztán majd meglátjuk a többit. Jó? Úgyhogy köszönöm, hogy megnéztél, iratkozz fel a hírlevelemre, október 16-án legyél ott a kis egyórás webináromon, aminek címe: érintési pontok kialakítása az ingatlan piacon, úgyhogy kattints! Szia!